Friss felmérések szerint nem változtatott a kormánypárti szimpatizánsok számán Szájer József botránya. Számos néppárti EP képviselő továbbra is szeretné frakción kívül tudni Dajs Tamást, és Orbán Viktor szerint még soha nem voltak olyan közel egymáshoz az álláspontok a vétó vitában, mint most. Jó estét kívánok, ez a Plusz Minusz Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával és Deák Dániellel, a 21. századi intézet vezető elemzőjével. Szervusztok! Szervusztok! Na hát kezdjük is akkor rögvest ezzel a friss felméréssel. Ugye az IDEA intézet csinált nagyjából pont azokban a napokban egy felmérést a párt preferenciákról, amikor a Szájer botrány kirobbant, és az ő megállapításaikból nem tűnik az ki, mintha bármifajta változás is előállt volna a preferenciákat tekintve. Számítottatok arra, hogy mondjuk a bizonytalanok közül első felhorgadásból mondjuk ellenzéki pártokat mondanak be ezért, vagy esetleg fideszes szavazók tényleg csak, hogy egy alkalommal mutassák, mennyire nem értenek egyet, azt mondják, hogy ők most nem értenek egyet a fideszesek támogatásával? Mert hogy megint mondom, azt láthatjuk, hogy semmilyen változás nem állt be. Ebben az esetben azt gondolom, hogy a Fidesz, illetve a Orbán Viktor miniszterelnök számára is az lesz a Szájer ügyben a legfontosabb kérdés, hogy a fideszes szavazók hogyan reagálnak rá. Tehát én nem mennék ki a bizonytalanokig, nem tágítanám addig a kört. Az a kérdés, hogy ezzel az üggyel az a morális platform, az a morális alap megrendült-e, amiben a leginkább elkötelezettek a Fidesz szavazók, ez a konzervatív keresztény tábor, az alkotmánymódosítás, a anya-nő, az apa-férfi, tehát ezek a kérdések az igazán fontosak. Az, hogy a bizonytalanok hogy reagálnak, meddig terjed majd a Fidesznek, illetve a kormánynak az akciórádiusza, messze van még a választás, nem tudjuk, hogy lesz-e még hasonló ügy, ami ráerősíthet erre. Én most nem az első körben kizárólag a fideszesekkel foglalkoznék. Nyilván az is érdekes, hogy a bizonytalanok majd hogyan reagálnak, de ez nagyon sok tényezőtől függ. De úgy gondoljátok, hogy adott esetben a fideszes szavazókat nagy számban befolyásolhatja azt, hogy egy magánerkölcsi kérdésben valaki vétett, eljárt valamilyen módon, és ez kétségbe vonja a közerkölcs tekintetében véghez vitt vívmányait? Múlt héten is beszéltünk róla, hogy a Fidesz és Orbán Viktor is gyorsan reagált erre a botrányra, azonnal egyértelművé tették, hogy ebben a politikai közösségben az ilyen botrányok, az ilyen cselekedetek nem illenek bele, és azonnal távoznia kellett Fidesz alapítóként Szájer Józsefnek mind a Fideszből, illetve lényegében minden közpozíciójáról lemondott, el számos alapítványban volt tag, illetve ugye Sopronban is visszaadta a díszpolgári címét, tehát lényegében kivonult a politikai életből. Egy hete szivárgott ki, hogy ez lényegében ez az egész botrány, és egy hét alatt azért látjuk, hogy lényegében ez a téma le van zárva. Ezen a héten már olyan nagyon az újságoknak, illetve az internetes portáloknak a címlapjain maga a Szájer ügy nem volt ott. Amikor ketté választod a magánerkölcsöt, a közerkölcsöt, a Szájer József ügye az pont azért, mert ahogyan a miniszterelnök, a kormány, a fideszesek is rendre hangoztatják, hogy a hálószobatitkok, azok magánügyek, semmilyen szempontból nem avatkozik be a kormány, és nem is próbál diktálni életvezetési kérdésekben. Ez onnantól kezdve inkább közerkölcs, hogy ő szövegezte ugye a alkotmánynak a nemzeti hitvallás de részét, vagyis a preambulumát. Mert a négy fal között nem szól bele, ahogy eddig, de így ezután se a kormányzat abban, hogy így van, nem szól bele, életüket. De Szájer József esete, ez a házi buli vagy szexbot, ez nem egyszerűen magánügy volt, hiszen akkor nem kellett volna lemondani a Fidesz mandátumáról, nem foglalt volna állást a miniszterelnök úr, azt mondván, hogy ez védhetetlen. Igen, senki nem mondta, tehát senki nem mondta, sem is akarta védeni senki, tehát mindenki azt mondja, hogy ez nem illik bele ennek a politikai közösségnek, hiszen a dolgaiba távoznak, tehát ezt mindenki egyértelművé tette, és azt, hogy most bizottsági meghallgatásokon, főként az ellenzéki politikusok ezt a témát még életben akarják tartani, ugye a parázsra oltják, vagy rakják itt az információs hivatal és a titkosszolgálatok olyat, szerepén próbálják volt a hangsúly. A parázsból is jött a tüzet létrehozni, ez egy próbálkozás, érthető politikai logika mentén történő próbálkozás az ellenzéki pártok részéről, ugyanakkor mivel lényegében nincs új
információ a történetek kapcsolatosan, lekerülnek a napirendről az ezzel kapcsolatos ügyek, és ugye abból indultunk ki, hogy a Fidesznek a támogatottságára ez milyen hatással lesz. Jelenleg azt látjuk, hogy érdemben ez nem befolyásolja a párpreferenciát. Elképzelhető, hogy most párkutatásban néhány százalékpontot csökkenni fog ennek hatására a Fidesznek a támogatottsága, de most sokkal inkább mondjuk a koronavírus járvány és az egyéb ilyen ügyek határozzák meg a politikai napirendet, és hogyha mondjuk január, február vagy akár márciusban azt látják a választópolgárok és a többség úgy gondolja, hogy például a koronavírus járványt jól kezelte a kormány, és már itt van a vakcina, túl vagyunk ezen a válságon, akkor lényegében ugyanolyan támogatottsági szintet várok, mint amit az első hullám után láthattunk. Azt hagyj hozzam már szóba, hogy a Mediánnak is lesz egy, azt hiszem, holnap publikált felmérése a HVG-ben, és most az előzetesben azt lehetett olvasni, hogy a megkérdezettek úgy gondolják a többség, hogy rontani fogja a Fidesz megítélését. Viszont, a kérdésem, viszont amit te mondtál... Jós, egyikünk sem jós, de ez rezonál arra szerintem, amit most mondasz, hogy 2022-ben elnézve azt, hogy az összes felmérés szerint viszonylag együtt mozog az összellenzéki konglomerátumnak az ereje a Fidesz-KDNP választói erejével. A mozgósításnak a minősége döntheti majd el azt, hogy 22-ben ki győzedelmeskedhet a választáson? Sok minden eldöntheti, nyilván a mozgósításnak az ereje is, de azt csak gondolom, hogy... Ha nagyjából hasonló erejű a két tábor, akkor gondolom én azon múlhat több minden, hogy ki tud több embert elvinni a szavazóurnákhoz. Igen, de ez a hitelesség és értékválasztási kérdéseken is múlik, de még téged alátámasztva ebből a Medián felmérésből az is kiderült, hogy a Szájer ügyről gyakorlatilag a megkérdezettek 100%-a hallott, de előrébb sorolták a járvány elleni védekezés kérdését például. Igen, én is azt mondom, hogy inkább ez fogja meg meghatározni azt, hogy a választási kampányra rákanyarodva a jövő év közepe fele hogyan fognak kinézni az erőviszonyok. Jelen pillanatban az ellenzéki közös listának a méréseit én azért nem tartom annyira iránymutatónak, mert nem tudjuk, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, nem tudjuk azt, hogy például a közös ellenzéki listán melyik párt fog dominálni. Nekem meggyőződésem, hogyha például egy közös ellenzéki listát Gyurcsány Ferencnek az egyik hű szövetségese, vagy akár a felesége vezetné, és tele lenne a listának mondjuk az első 20 helye DK-s politikusokkal, akkor az sokkal kevésbé tudja majd megszorítani a bizonytalanokat, sőt, még az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része is lemorzsolódhat egy ilyen forgatókönyv esetén. Tehát ezért mondom, hogy például még ezeket a méréseket, amelyek ezzel kapcsolatosan mérik fel a párpreferenciákat, még fenntartásokkal kell kezelni. Nem tudjuk, de akkor kell megnézni, hogyha látjuk, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, és hogy hogyan osztják le egymás között a pártok a listának az állásait. Ha Gyurcsány Ferenc ott nagy szerepet kap, akkor ez mindenképpen taszítani fogja a választókat. De most is mindenki pontosan tudja, hogy Gyurcsány Ferenc a karmester az ellenzéki oldalon. Ő dominál a listák és személykérdések ügyében is. Tehát ha Dobrev Klára lenne adott esetben a miniszterelnök jelölt, az nem lenne meglepetés, de Szabó Tíme a ponttal... Szabó Tíme a ponttal... Nem mindegy, hogy ott látjuk a plakátokon, vagy még csak így egy ilyen feltételes módként fogalmazzuk meg, mert például az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része azon az állásponton van, hogy csak a Fidesz a kormány oldal riogat, úgymond Gyurcsány Ferenccel. Azonban, amikor tényleg ott lesz Gyurcsány Ferencnek a felesége a listán, és Gyurcsány Ferenc is ott lesz egy előkelő helyen, akkor már az ellenzéki szavazókban is tudatosul, hogy tényleg igaz az, amit sokat fogunk, még erről beszélni, csak arra kérlek titeket, menjünk egyet tovább, mert még vannak témáink az idén, meg folyt nagyban. Egy mondat tényleg. De tényleg, tehát hogy épp az ATV Startban jelentették be, hogy a Párbeszéd januárban jelöl, vagy nevezi meg a miniszterelnök jelöltjét, tehát igen, lehetnek még meglepetések. No, Dajcs Tamás elnézést kért azért a kijelentésére, amir ugye korábban több európai néppárti frakciótag a kizárását kérte a frakcióból, viszont továbbra is számos frakció társa azt mondja, hogy nem elég neki egy bocsánatkérés, és a továbbiakban is azt szeretné, hogyha Dajcs Tamás elhagyná a frakciót. Miért nem tudnak megállapodni abban, hogyha már egyszer tett egy számukra nem elfogadható kijelentést, és a számukra tetsző módon bocsánatot kért, akkor itt véget érjen a történet. És hát azért azt is megjegyezhetjük, hogy Dajcs mondatánál azért néppárti vezetők szájából jóval keményebbek és komolyabbak is elhangzottak. Például Tusknak itt utalhatnék, amikor vírusnak nevezte Orbán Viktort, vagy amikor a maga finom
visszafogott módján lenácizta a magyar miniszterelnököt, akkor nem követeltek semmit a néppárti képviselők. Most Dalcs esetében egy ehhez képest teljesen ártatlan kijelentés miatt kötik az ebet a karóhoz. Fontos hangsúlyozni, akik most Dalcsnak a kizárását követelik, azok ugyanazok a pártok, amelyek az elmúlt évek során a Fidesznek a kizárását is követelték az Európai Néppártból. Azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Európai Néppárt az már egyre inkább nem egy jogközép formáció, hanem eltolódott a liberális irányba. Nagyon sok olyan párt tagja van, amelyik mondjuk főként a Benelux államokból, de Észak-Európából is jönnek, amelyek magukat tényleg liberálisnak vallják, és nem egy jobboldali keresztény-konzervatív pártnak. Ez a fő problémája az Európai Néppártnak, hogy nincsen már meg az az egyensúlyi állapot, ami hosszú évtizedeken keresztül megvolt, hanem eltolódott a fókusz egy liberálisabb irányba. Emiatt azokat a politikai erőket támadják a néppárton belül, akik kitartanak a korábbi karizmatikus jobboldali álláspont mellett, és ugye ez a 15-ös migrációs válság volt a figyelhető meg leginkább. Ezért is van az, hogy most a koronavírus járvány miatt nem távozott lényegében a Fidesz az Európai Néppártból, de mindenki azt mondja, hogy előbb-utóbb kenyértörésre kerül a sor. Lehet, hogy lesz egy ilyen laza együttműködés, de az is könnyen elképzelhető, hogy egy vagy két év múlva már a Fidesz nem is fog emlékezni az Európai Néppártra. Krisztófa, Tuskra, ugye Tusk volt az, aki Trumppal és Kaczynszkivel együtt a vírushoz hasonlította Orbán Viktort, illetve Carl Schmitthez, a náci jogi ideológushoz, és mondhatnánk azt, hogy ez kettős mérce, mert Deutsch Tamás igazából egy jelszót, amit ő a Gestapónak, illetve az EU-nak tulajdonított, idézett föl és hasonlított ahhoz, amit Manfred Weber mondott, de a kérdésedre a válasz valószínűleg abban rejlik, hogy halmazati fokozat. Tehát, hogy olyan alacsonyá vált már az inger küszöbe a néppárti képviselőknek a Fidesz-szel, illetve a fideszes politikusok megnyilvánulásaival szemben, hogy valószínűleg ezért nem szeretnének elállni a kizárástól akkor sem, ha Manfred Webertől Deutsch Tamás bocsánatot kért. Nagyon ingatag a Fidesz helyzete több éve. Ugye az EP választások előtt került sor a felfüggesztésre, de előtte már éveken át már Joseph Daul elnöksége alatt lehetett arról hallani, hogy van egy vagy több esetben is javaslat a Fidesz kizárására. Tehát Orbán Viktor, illetve a fideszesek mindig egy picit cibálták az oroszlánnak a bajszát, feszegették a határokat. Csak azért érdekes, amit mondasz, mert egyébként a múltban is megfigyelhető volt, hogy mindig a néppárti elvárások mentén szavazott a fideszes képviselőknek az összes felelhető embere. Tehát, hogy nem igazán érthető, hogy a politikai kommunikáción túl miért akarják ennyire a frakción kívül tudni rajta. A fegyelmezett frakció szavazást én elválasztanám attól a értékválasztástól és bizonyos uniós stratégiák elutasításától, ugye, amiről beszélünk, amiről szó van. Tehát a leglényegesebb és szimbolikus kérdésekben a Fidesz igenis nem csak kommunikációban és retorikában, hanem programszinten is szembe megy az Európai Néppárttal. Anni, mert erre reagálnál, előbb itt már szóba hoztad, ugye, hogy Orbán Viktor egyébként egy minapi levelében azt javasolta Manfred Webernek, hogy legyen egy új konstrukció az Európai Néppárt és a Fidesz együttműködését tekintve, hogy ahhoz hasonló legyen, mint ahogy ugye korábban mondjuk a brit konzervatívok együttműködtek a néppárttal, hogy a frakción kívül külső szövetségesként fog esetleg, ha ez így megvalósul, a Fidesz együttműködni a néppárttal. Ez egy reális opciónak tartod a jövőre nézve? Mert ha úgy nézzük, gyakorlatilag de facto azért ez azt jelenti, hogy a Fidesz mégiscsak kilép akkor a néppárti frakciókeretek közül. Ugye Novák Katalin azt mondta, hogy ez nem jár együtt azzal, hogy kilép az Európai Néppártból a Fidesz, tehát egy olyan megállapodás, egy olyan laza együttműködést hoznának létre, ami azért nagyobb mozgásteret adna a Fidesz számára. Az látszik, hogy sem a Fidesz nem érzi jól magát az Európai Néppártban, az Európai Néppárt sem érzi jól magát azért, mert a Fidesz bent van, tehát ez egy ilyen érdekházasságnak tűnik jelen pillanatban, hogy Ildikó is mondta, meg te is utaltál rá, a szavazásokkor fontos az a sok képviselő, akit a Fidesz tud felmutatni az Európai Néppárton belül, ennek köszönheti az Európai Néppárt, hogy viszonylag ilyen erőt képvisel az Európai Parlamentben, de mivel mondtam, hogy egy liberális irányba tolódott el az egész Európai Néppárt, tehát már ezeket a hagyományos keresztény jobboldali értékeket egyre inkább feladják, ezért a Fidesznek most
kivárás van, megnézik azt, hogy milyen irányba mozdulnak el az európai folyamatok, és hogyha nem lesz ebben érdemi változás, akkor belátható időn belül a konzervatívabb pártcsaládokat fogja majd választani a Fidesz, és ehhez azt is meg kell nézni, hogy például Olaszországban milyen politikai fordulat jön, Salvinék hogyan szerepelnek, tehát nagyon sok olyan uniós fordulatra kell még várni, ami érdemben befolyásolhatja a Fidesznek a néppárti tagságát. És mondjuk az is érdemben befolyásolja, hogy vétóznak-e a lengyelekkel, hiszen Tusk, mielőtt a miniszterelnök úr megírta ezt a levelét Manfred Webernek, Donald Tusk posztolta, hogy nem volt igazán, azt mondta, hogy nem illik a nép, vagyis hát azt twitterezte, hogy nem illik a nép, pártba a Fidesz, ebbe a pártcsaládba, de a Facebookon meg azt írta, hogy ez a békepolitika, ez nem vezetett eredményre, szégyentelenül és nyíltan képviseli a Fidesz. Mit jelenthet a néppárt szempontjából az, hogyha a vétóvita tovább folytatódik, amire utaltál? És ugye a minap Orbán Viktor nyilatkozta Varsóban, hogy még soha nem voltak olyan közel egymáshoz, vagyis az elmúlt hetekben, napokban nem voltak olyan közel egymáshoz. Köszönöm szépen. Nem voltak olyan közel egymáshoz a lengyel és a magyar álláspontok, mint a német álláspont, és hogy ez akár egy egész hamar bekövetkező sikerhez is elvezethet, gondolhatjuk. De mit gondolsz, elhúzódott, sőt, mit gondoltok, elhúzódhat még ez a vita, és mondjuk akár a januárba életbe lépő portugál soros elnökségnek kell majd kimondania a végső szót, akivel az előzmények alapján azért könnyebb alkudozásnak tűnik, mint a németekkel, vagy esetleg már csütörtök péntekkel elképzelhető, hogy pont kerül a vita végére. Elnézést, csak azért pontosítottam, hogy ez tegnap este volt a minap, mert hogy most óránként jöhetnek új fordulatok, tehát valóban a miniszterelnök úr a Polsat News-nak azt nyilatkozta, hogy győzelmi esélyek vannak, és egyes híradások szerint arra is utalt, hogy centiméterekre vannak a megállapodástól. Merkelnek a mai nyilatkozata viszont inkább azt mutatja, hogy nem, a német kancellár egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy sajnos nem sikerült került a megoldást megtalálni. Én mielőtt jöttem ennek a műsornak a felvételére, Szijjártó Péter miniszter úr sajtótájékoztatóján voltam, ott megkérdeztem a vétós esélyekről is, és hogy mire alapozta a miniszterelnök úr ezt az optimizmust, ami a tegnapi nyilatkozatából kiviláglott, hiszen Mihály Roth azt mondta tegnap, hogy a jogállamisági mechanizmust nem nyitják meg újra, nem halasztják el a bevezetését, nem módosítják, tehát mi lehet az a kompromisszumos megoldás. Szijjártó Péter erre azt válaszolta, hogy az derült ki a válaszából, hogy várnak a német kompromisszumos javaslatra, szerinte akár gyorsan is meg lehetne állapodni. Tehát én azt sem zárom ki, hogy felvértezve, fogkefével, fogkrémmel ugyanúgy hétfőig eltart ez az uniós csúcs, mint a júliusi ötnapos, de azt sem zárható ki, hogy karácsony előtt még december 17-én, 18-án lesz egy tanácskozás, az pedig, amit a Dani mondott az imént, hogy januártól portugál elnökség indul az unióban, és a portugál... Én mondtam, de mindegy. De igen, ez én is ki akarom mondani, hogy az nem lenne rossz, tehát Magyarországnak és Magyarországnak nem lenne rossz, hogyha a portugál soros elnökség idejére csúsznát ennek a vitának a lezárása, hiszen a portugálok nagyon rászorulnak erre az uniós hitelfelvételre, nekik nagyon rossz a gazdasági helyzetük, tehát nekik SOS lenne ez a dolog, ezért sokkal kompromisszumkészebbek lennének, mint mondjuk a németek, és ugyanakkor tényleg óráról órá változik a helyzet, de azt már ki lehet jelenteni, hogy ahogy közeledünk ehhez az uniós csúcshoz, annál kisebb a realitása annak, hogy lesz most megállapodás, sokkal nagyobb most annak az esélye, hogy tartanak majd december második felében egy újabb uniós csúcsot, vagy átcsúszik az egész kérdésnek a megoldása januárra. De a januári az reckír mindenképpen a miniszterelnök úr és a lengyelek számára, hiszen hogyha én jól olvastam a hírekben, akkor a kohéziós és egyéb támogatásokat lehet, hogy nem folyósítják, mondani, hogy csak az uniós költségvetés adott 12. részét egy ilyen hónapra, típusú, ez 18 milliárd eurós. Ilyen típusú zsarolások és fenyegetések mind a tárgyalásnak a részei, tehát azért mondanak ilyeneket Brüsszelben és Nyugat-Európában, hogy a magyar és a lengyel közvélemény dolgozzák meg ebben a kérdésben. Ezért mondják azt is, hogy 25 tagállam fogja majd ezt a segélyalapot létrehozni. Azt már levették a napi rendőről. Csak azt mondom, hogy korábban ilyen üzenetek is megfogalmazódtak. De az viszont nem tudták akkor sem megvalósítani, hiszen az az államadó
adósságuknak a jelentős növekedésével járt volna, amivel például Hollandia vagy Ausztria nem ment volna bele. Ezért mondom, ez már most kijelenthető a jelen állás alapján, hogy a magyar-lengyel együttműködést nem tudták megtörni. Voltak múlt héten próbálkozások arra, hogy a lengyeleket kiszedjék a Magyar-Lengyel Szövetségből, és Magyarország magára maradjon. Ez nem következett be. És a másik fontos megállapítás az pedig az, hogy jelenleg a viták során nem Magyarország és Lengyelország adja föl vagy enged az álláspontjából, hanem éppen ellenkezőleg a németek, illetve a brüsszeli politikusok tesznek folyamatosan engedményeket Magyarországnak és Lengyelországnak. Egy utolsó kérdés, és aztán tényleg csak egy-egy mondatban válaszoljatok, mert lejárt a műsoridőnk. A Financial Times-ban megjelent egy szerkesztőségi állásfoglalás, amiben felszólították Angela Merkelt, hogy ne engedjen az értékekről szóló vitában. Lehet ennek a következménye az, hogy ma már ilyen visszavonulósan nyilatkozott meg a német belpolitikai szereplőket Angela Merkel? Hogy a sajtóból kapott egy ilyen erős üzenetet, hogy neki már pedig nem szabad meghátrálnia? Én azt gondolom, hogy Angela Merkel nem a nyilvánosság, különösen nem a Financial Times cikke fogja orientálni, hanem a gazdasági... Mondani, a negyedik hatalmiágnak is a sajtót, ami azért így van, csak de azt gondolom, hogy fontosabbak a nagy német iparbárók, a cégek, és a... Én most lehet, hogy ez patetikusan hangzik, de én elhiszem Angela Merkelnek, hogy őt a humanizmus is vezérli. Másrészt Orbán Viktor meg nagyon régóta rengeteg uniós csúcsot megjárt, nyilván ő ismeri a koreográfiát, a tárgyalási taktikákat. A harmadik, ez még válaszolva neked, az ténykérdés, mert kimondják az uniós szabályok, hogyha nincs megállapodás, akkor az uniós költségvetés egy ez csak egy... Januárra a legkésőbb lesz megállapodás, tehát jelentős összegek itt nincsenek kockán. Na, köszönöm minden esetre, hogy ezúttal is itt voltatok, önöknek pedig a figyelmet. Holnap ugye ebben az időben plusz-minusz köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.